Már a világjárványt megelőzően elkezdődött a feszültségek növekedése az amerikai-kínai kereskedelmi háborúval. Az orosz-ukrán háború pedig világgazdasági válság felé vezet, amihez most még az EU szankciós politikája is társul, mondta a Matthias Corvinus Kollégium pécsi képviseletének előadásán dr. Moldic Csaba, külgazdasági műhelyvezető. Magyarország szempontjából elsődlegesen az eddig megkezdett diversifikáció járható út, ami azt jelenti, hogy ha mégis kialakulnának tömbök, akkor mindkét tömbhöz minden tekintetben, minden szinten különböző kapcsolódási pontjaink vannak, tehát nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy elzárkózzunk bármelyik iránytól természetesen. Tehát itt a különböző szintek a kereskedelmet jelenti, a technológiát jelenti természetesen, a pénzügyi rendszereket jelenti, és tulajdonképpen ezeknek az összessége adja, és hát tulajdonképpen negyedik szinten még a vállalati szektort területén lehet azt látni, hogy ugye akár útmárkák alakulnak ki, tehát ott is egy párhuzamos világ jön létre. A párhuzamosság nem jó. Ha párhuzamosan teszünk valamit, az többe kerül. Hiszen ha mondhatjuk azt, hogy háborús infláció, akkor beszélhetünk deglobalizációs inflációról is, tette hozzá az előadó. Hogyha nem az összes világ összes erőforrására rendelkezésre, amikor termelek, vagy az összes lehetőség, akkor biztos, hogy drágábban fogom tudni előállítani. Így ez megnövekedett kamatszintekkel járhat, inflációs szinten, amiben nyilvánvalóan olyan ország, mint Magyarország, ami rendkívül nyitott, a világ egyik legnyitottabb gazdasága, biztos, hogy nem járunk jól. Tehát éppen ezért a diversifikáció az, amire szükségünk van, amit ugye elkezdtünk már a keleti nyitás formájában, és minden tekintetben tulajdonképpen ezt lehet látni. A keleti nyitás jelentheti a megoldás kulcsát, hangsúlyozta az előadó. A legkeményebb faktor az orosz-ukrán háború, ennek végét még nem lehet tudni. Azonban ami biztos, hogy az átrendeződés már elkezdődött. Ez látható a kínai-orosz gazdasági adatokban, és a korábban nem jellemző alternatívák létrejöttében, mint például a dollár jelentős visszaszorulása, ami már látszik, fogalmazott az MCC külgazdasági műhelyvezetője a pécsi képviselet legutóbbi rendezvényén.